Vanyovszky Mária vagyok, az Aszalon.hu divatportál alapítója, főszerkesztője. 7 évvel ezelőtt egy olyan nevet kerestem, ami ugyan könnyen megjegyezhető, de közben benne van az a sok üzenet is, amit közvetíteni szeretnék, és mindez magyarul és angolul ugyanazt jelentse. Ahhoz is ragaszkodtam, hogy A betűvel kezdődjön, aztán egyik reggel a semmiből pattant ki belőlem ez a fricska, hogy legyen A szalon, archaikusan és angolosan S-sel írva. A szalon eredeti történelmi jelentése emberek gyülekezete egy inspiráló vendéglátó házában, ahol a cél részben egymás szórakoztatása, részben pedig egymás ízlésének formálása és ismereteinek bővítése. 2016 óta ilyen ismeretterjesztő, szórakoztató és ízlésformáló küldetéssel mutatjuk be az aszalon.hu oldalain a hazai dizájnermárkák aktualitásait. Erre a hétre egészen különleges anyagokat hoztam. Első a Suell. A végtelen színskálájáról ismert márka meglepő módon egy csupa fehér kollekciót készített erre a nyárra. A tervező Csillag Zsuzsi ezzel a merész húzással mutatja meg csak igazán, mennyire sokszínű a kötött, hogy a fonalvastagságokkal és a technikákkal való alkotói játék a színkeverésekhez hasonlóan kimeríthetetlen tárházát adja a kötöttségeknek. Képek és részletek a lookbook alatt. A másik izgalmas anyag egy momés hallgató Zimonyi Gwendolin öltözéktervezési munkájából született, ami aztán Alexander Richard art directori keze alatt egy komplex editoriállá állt össze. A pánkos szubkultúrát mesterien megidéző fotók oldalunkon debütálnak. Az események rovatba is érdemes benézni. Ez a hét annyira mozgalmas, hogy a saját születésnapomat alig lesz időm megünnepelni. A Mojo pont szerdán mutatja be új prémium audio eszközeit, melyeket 8 kiváló hazai művész együttműködésével alkottak meg. Péntekre 2 programajánlatunk is van, Bognár Bogi fiatal divatfotós első kiállításával ünnepli a 3. X-et és eddigi munkáit. Ezt követően este 8-tól Kismárknak a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épületébe szervezett bemutatójára tervezek menni. Szombaton a Sofitelben is bemutató lesz, ezúttal a Home of Fashion üzletének kínálatát ismerhetjük itt meg. A program délután 4-től kezdődik és késő estig tart. Vasárnap Tabajdra megyünk Gáborral a Diplomats International Polo Cup záró napjára, hogy megnézzük, majd aztán az aszalon.hu divathírek követőinek is megmutassuk, mit visel a hazai elit egy ilyen eseményen. Mai öltözékemet már ennek tesztelésére szánom, egy piros ruha ugyanis nagyon jól mutat a zöld környezetben. Bár ez a darab földig ér, szóval lehet, hogy aznap mégis valami rövidebb fazont fogok választani. Az viszont már tény, hogy látványos kalapomat a Várhegyi Éva kalapszalon készíti el erre az eseményre is. Hogy megtudjátok, milyen lett, illetve hogy ki mit viselt, kövessétek a divatportált, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra is.